Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Lena Lorenz, szülésznő az Alpokban. Jó reggelt, Hanne. Szervusz, Éva. És Léna... Donorra várva. Hogy van ma? Nincs változás. Ha Louis nem lenne, ki sem jönne a szobájából. Jó, akkor lemondom az összes tanfolyamot és pácienst még a jövő hétre is, jó? Jó. Habár a munka biztosan jót tenne neki. Meg kellene valahogy próbáljuk kimozdítani ebből az állapotból. Ez meg ki? Jézusom, ezt el is felejtettem. Szép itt. Igen. Régen sokszor irigyeltem emiatt Lénát. Claudia, örülök. Ezer éve nem találkoztunk. Mi is örülünk, Lorenz asszony. Szólíts csak Évának. Nem vagy már kislány. Jó. Ez itt Joe, a férjem. Szervusz. Köszönjük, hogy itt várhatunk a szülésre. Hát? Léna barátai a családhoz tartoznak. Ő pedig Ronja, a lányom. Hello. Hello. Anya mesélte, hogy vannak itt hosszú hajú disznók. Megnézhetem őket? Hát persze. A disznóhol ott van leges, leghátul. Oké. De ne fogd meg semmit, Ronja. Ne felejtsd el, jó? Jó. Az immunrendszere nagyon labilis. Oda kell figyelni. Jól tud vigyázni magára. Az apartman ott van hátul. Ágyneműt mindjárt viszek nektek. Léna és Quirin itt vannak? Szeretném megcsodálni a kis Louis-t. Léna pillanatnyilag nem akar senkivel sem beszélni. Miért? Történt valami. Basti! Itt vagyok már, és majdnem... Csak egy kicsit késtem. Na? Gyerünk. Ebben a ruhában akarsz dolgozni? Persze. Nem baj. Na, most aztán gyerünk. Te, Franz visszajött a Szabiról? Igen, miért? Mert meg akarom kérdezni, hogy vállalja-e az óvodások ebédjét. Szerintem igen. Szuper. Ne! Aj, ne! A francba! Hol van egy drót? Itt. Jó, ne. Tessék. Akkor intézitek, ugye? Jó. Vince! Bocsáss meg egy percre. Éva! Már nem is köszönsz nekem? Nem akartalak zavarni. Hogy vagy? És Léna? Annyira hiányzik, Quirin. El tudom képzelni. Léna, mintha ki lenne kapcsolva. Nagyszerűen ellátja Louis, de különben semmi. Még sírni sem tud. Hidd el, a temetés után biztos jobb lesz. Lehetséges. De fogalmunk sincs, mikor, hogyan és hol temessük el az urnát. És te? Úgy látom, vásárlási tanácsadónak álltál. Tényleg azt hiszed, hogy értesz a divathoz? Hát, amikor egy szép nőről van szó, igen. Viszlát! Hm.
Szegény anya, és szegény néna. És szegény Quirin. Ő már nem szegény, ő halott. Emlékszel rá? Azt hiszem focizott velem, ugye? Amikor Léna meglátogatott. Igen. De miért esett le onnan? Nem vigyázott eléggé? Baleset volt. Senki nem tehet róla. De ő segített valaki másnak. Akkor ez hiba volt? Nem, helyesen cselekedett. Quirin ezzel veszélybe sodorta magát. És nem Ronnie, nem kellett volna megtennie. Ronnie? A többit megcsináljuk anyával. Ha ki akarsz menni... Oké. Jó. Vigyázz magadra, rendben? Persze. Ne aggódj miatta. Ronnie tudja, hogy nem teheti ki magát veszélynek. Igen. Mert folyton emlékeztetem rá. Szia, Léna. Ő itt Louis, ugye? Ő is egy megmentő baba. Ronnie. A kis tesóm egy megmentő baba, ezt mondta anya szülésznője. És hogy ő fog engem meggyógyítani. Üdvözlöm anyukádat. Később találkozunk, jó? Mikor később? Te haragszol Quirinre? Az én mamám mindig mérges, ha nem vigyázok magamra. Ronnie. Kérlek. Hagyj egyedül, jó? Szervusztok! Mi történt? Ez a hülye fasírozott! Megégetted magad? Mindenki imádja ezt a szar fasírtot, és mindig ugyanolyannak kell lennie nap, mint nap. Itt nem változhat semmi, nagy szar minden. Most éppen minden megváltozott. Igen, nálatok a tanyán. És ez tényleg nagyon szomorú, de az nem a mi életünk. Erre jöttél rá a szabid alatt? Hogy a barátaink sorsához nincs semmi közünk? Nem, de nem tudom megváltoztatni. De! Mellette állhatunk. Segíteni. Ha majd ott tart. Te jó barát vagy. Uh-huh. És még jobb férje. Abszolút. Nehéz időken vagyunk túl. A diagnózis óta küzdünk az életért. Sugárkezelés, kemó. Valójában folyamatosan remény és félelem között vagyunk. De most jön majd Ferdinand. A név jelentése bátor, védelmező, és pont ez lesz ő Ronnie-nak.
Léna mesélt nekem erről. A köldök zsinórban vannak őssejtek, amik segítenek Ronyának. Igen. És ezáltal Ronya legyőzi majd a leukémiát. Hihetetlen, hogy manapság mi minden lehetséges. Csak legyen minden rendben. De a ti kórházatokban megvannak ehhez a feltételek, és nagyon jó a híre, és ez volt az oka, hogy Léna ide hívott minket. Léna mindig bátorított, amikor kétségbe estem. És most ő van rosszul, hogy vigasztalhatnám meg. Ezt most még nem tudjuk. Remélem, ez a doktor Keller tényleg annyira jó, ahogy Léna mondta. Az egyeztetése nagyon kompetensnek tűnt. De ez nem jelenti azt, hogy valóban az. Majd én. Te igazából miért nem aggódsz? Miért vagy biztos benne, hogy Ferdinand megfelelő donor lesz? Tudod te is, hogy mennyire kevés esélyünk van. Egy a négyhez. Itt nem a valószínűségről van szó. Ne mondd azt, hogy Ronya élete Isten kezében van. De. Te nem félsz? Persze, hogy félek. De az nem visz előre. Te is hallod a zenét fentről, amikor a halottak táncolnak. Nem. Pedig tényleg itt van. Jó hangos. De én nem hallom. Próbáld elképzelni. A nagyim azt mondja, keringőznek. De én azt mondom, baletteznek. Így. Jól vagy? Persze.
És? Hallottad? Igen. Köszi. Léna? Léna, várj egy kicsit, kérlek. Basti, most... Talán van megoldás Quirin kompjúterére. De csak ha akarod. Kompjúter? Hán említette, hogy nem tudod a jelszót, de be kell lépned Quirin kompjúterébe. Benne vannak a szerződések, előfizetések, a digitális hagyatéka. Majd elintézem. Beszéltem egy haverommal, ő fel tudja törni a jelszót. Várja a hívásod. Köszi. Léna, jó reggelt. Iszol velem egy kávét? Én kávét, te meg egy teját. Megnézhetjük ezeket, és eldöntöd, hogy mit akarsz. Persze, nem muszáj halotti kártyát csinálj Quirinnek, de ez egy jó szokás. Nekem sokat segített, amikor az apád meghalt. A kép kiválasztása is, a szöveg... De hisz ez akkor egész más volt. Nem hasonlíthatod össze velünk. Még az egész élet előttünk állt. Legalább nézd meg! Muszáj lesz döntéseket hoznod. Semmit sem muszáj. Ez nem ment jól. Léna! Olyan nagyon sajnálom. Én szeretnélek jobban támogatni, és én szeretnék többet veled lenni. De én egyszerűen nem tudok. Léna, te a barátnőm vagy, nem a szülésznőm. Megvan itt mindenünk, amit csak kell. Ferdinánd doktor Kellernél jó kezekben van. Te csak csináld azt, amire szükséged van. Léna, hoztam egy csomagot Quirinnek. Át tudod venni? Jó, itt minden rendben van. Minden egy komplikációmentes szülésre utal. Levesszük a köldökzsén orvért és elküldjük a laborba. Oké. És minden professzionálisan történik, nem lehet baj menet közben? Megnyugodhat, Hátvig asszony. Erre szakosodott szakembereink vannak, akiket folyamatosan oktatnak a köldökzsén orvér levételére és kezelésére, ezért... De úgy látom, még nem történt meg a kompatibilitás tesztelés. Igen, mert mi úgy döntöttünk, hogy nem akarjuk előre tudni. Akarjuk a babát, mindegy, mi lesz. Erősen hiszünk benne, hogy Ferdinánd segíteni fog a nővérén. Jó. Akkor bízzunk az egyezésben, és utána azonnal elkezdhetjük a kezelést Ronnyánál. Ahogy mondtam, a maga értékei nagyon jók. Ezzel jók Ronnya esélye is, hogy alkalmas ősejt segítségével legyőzze a leukémiát. Köszönöm. Most már egészséges lesz.
Éva is ide szeretne majd kerülni? Hülye vagy, Vince? Miért? Ez egy jó kérdés. Egyrészt egy romantikus elképzelés, hogy visszatalálna a férjéhez, másrészt ez földi temetés lenne. És én Évát inkább tűztípusnak látom. Hagyd ezt most. Jó? A probléma az, hogy végül mindig túl keveset tudunk. Én 30 évig voltam házas, és a végén azt sem tudta, milyen ruhában temessem el a nejem. Te is így vagy ezzel? Nem. Léna! Ez itt hamis. Ez itt minden, ez mind hamis. Szia, barátnőm. Csak érdeklődöm, hogy hogy vagy. Léna? Miért rendelte ezeket az izéket? Mi? Hosszú csavarok. Hol vagy most? A temetőnél. Maradj ott, jövök. Átmenetileg zárva. Ez annyira felfoghatatlan. Tudom, hogy halott, de nem fogom fel. Akkor sem, amikor láttam a kórházban, akkor sem, amikor aláírtam a papírokat. Azt gondoltam egész idő alatt, ez nem lehet. Ez nem lehet igaz. Ez teljesen normális. Az agyad így akar megvédeni. Az agyam romokban és a szívem is. Tudom, hogy sok dologgal kellene foglalkozni, de nem bírok. Akkor hagyd, hogy segítsünk. Ne stresszeld magad ezen, Léna. Egy ilyen urnás temetés mindig tovább tart. És amíg összeszeded magad, addig Éva és én összegyűjtünk pár javaslatot. A halotti kártyához, a temetéshez és minden máshoz. Oké. Okay. Szervusztok! Szervusz! Szervusztok! Franz, elhoztam a tojásaidat. Jó, azokat vidd hátra, kérlek. Még helyet kell csinálnom a hűtőben. Gratula! Túl vagy a fasírton. Szervusz! Szervusz! Fasírt? Há, nem lényeg. Franznak most nincs rossz kedve, ugye? Nem lenne jó? Miért? Franz! Tudod, hogy megmentettük az óvodát, de most sajnos hiányzik a pénz ebédre. Azt akarod, hogy főzzek nektek? Igen, 12 gyerekre, 4 dolgozóra, és ha lehet, önköltségi áron. És a te munkaerőd kvázi adomány. Adomány? Sorsi, tudod te, hogy mennyi munkával jár egy ilyen fogadó? Minden nap éjjel egyig itt vagyok. Utána rendet rakok, elszámolok, aztán reggel felkelni és bevásárolni. Nem, én tényleg mindent adok neked. Csak munkaerőt nem. Igen, és pont ezért gondoltuk azt, hogy mennyi iparűzési adót fizetek? Nem. Adomány. Ennek nagyon rossz a kedve. Igen.
Legalább most jó nadrág van rajtad. Még nincs kész a kerítés. Istenem, Quirin, ne nehezítsd a torkomat! A halál, rajtunk a bélyeg, bár nevet a száj. Még azt hisszük, körülvesz az élet, bensünkben élet sírása már. Idézeteket keresek a gyászjelentéshez. Szerinted ez jó? Igen. Mert hiszen így is volt. Körülvette az élet. Nagyon durva. Múlt héten egyébként fent voltam, és úgy tűnt, más emberek is voltak már ott. Tudom. Láttam a virágokat és a keresztet. Azt hiszem, ez segíten a Lénának. Valahogy fel kell jutnia. A tériszonyával? Igen, de akkor is. Figyelj! És ha itt mennénk fel? Igen. Hátulról. Jó, oké, akkor... Aha. Ha ezt a helyet előre bebiztosítjuk, akkor talán felmerészkedne. Ez úgyis a legnehezebb rész. Igen. Megoldható. I swear to God, when I come home, I'm gonna hold you so close. I swear to God, when I come home, I'll never let go. Szeretlek. Én is téged. Akarja az itt megjelent Léna Lorencet nőül venni? Igen. Igen. You pull me close, guiding me home. Van még egy meglepetése. Azt mondtuk, nem ajándékozunk egymásnak semmit, és nekem nincs semmi. Ez mindkettőnek van. Falling so fast, we're falling like the stars, falling in love. Léna! Léna! Ferdinánd jön! Mi? Ki az ágyból? Oh. Gyere már! Jó, jó, megyek már. Ronja! Éva ébren van? Léna, bocsáss meg. Ronja, Évát kellett volna felkeltened. Ő fog rád vigyázni, ha mennünk kell a kórházba. Majd én vigyázok rá. De nem itt, én is megyek. És te is gyere velünk, és legyél velem, amíg megszületik Ferdinánd. Hány percesek a fájások? 4 percesek. Mi csak Ronját akartuk leadni, és irány a kórház. Hol van már megint? Szervusztok! Én szívesen vigyázok Louis-ra. Ön már ezt akartátok, nem? Ronja! Köszönöm, Éva. Kő, papír, olló. Papír! Már megint becsomagoltál. 4-1. Te nagyon rossz vagy. Ez igaz. Ha akarod, játszhatunk valami mást is, amiben jobb vagy. Dehogy, visszavágót akarok. Aki? Kő, papír, olló. Ne már. Hold my hand while you cut me down. It had only just begun, but now it's over now. Enjoying the heat of moments with your heart playing up cold. I'm between the middle watching hastiness unfold. On my eyes you were smiling in the spotlight, dancing with the night when I fell off your mind. I'm tired of trying.
A mamát tudni akarja, hogy hogy vagy. Szerintem is. Anya. Megérkezett az öcséd? Ah, minden rendben ment? Igen, klassz kisrác, 4028 gram, 49 centiméter. Ah, ez igen. Akkor... Bocsánat, de lenne még valami, amit megbeszélhetnék magával. Én már beszereztem néhány információt, és... Nos, a férje döntéséről van szó, hogy szervdonorként... Léna, gyere már! Meg kell nézned Ferdinándot! Gyere! Nézd csak! Hello! Szia! Anya azt mondta, eltűnnek a ráncok. Nálad is pont így történt. Üdvözlünk ezen a világon, Ferdinánd. Annyira aranyos. Megfoghatom, anya? Léci, léci, léci! Még nem, édesem. A kisembernek még pihennie kell. Holnap majd gyakoroljuk, hogy hogy kell tartanod, hogy jól érezze magát. Dr. Keller, mikor tervezhetjük meg a következő lépéseket? Ahogy a szöveti jellemzőket megállapítjuk. Pár órán belül okosabbak leszünk. Bocsánat, most megyek. Lorenz asszony, csak röviden akartam a szertőn... Állj, hagyj abba! Valóban ez fog nekem segíteni, hogy csak Virinnek nem volt szerencséje? Hogy ők örülhetnek és tovább élhetnek, Virin pedig... Ez nem igaz, ez egyszerűen csak szörnyű, és nem fair. Julia, Léna, bocsáss meg én. Nem, semmi baj, gyere be. De míg távoztál, e színpadra tört be egy sáv valóságát a hézagon, hol eltűntél, a zöld igazi zöldje, igazi napfény, igazi vadon. Ez szép. Jó reggelt. Megpróbáltam. Valóban megpróbáltam, de... Nem tudok örülni más szerencséjének. Ez most azért egy kicsit sok lenne, nem? Csak dühöt érzek. Dühöt, hogy nekünk ez a szerencse nem adatott meg. Senki sem várja el, hogy örvendezz. És nekem is szörnyű, hogy Marlon és én... Szóval őszintén most... szólva, ez elég ijesztő. Oké, azért annyira nem vagyunk ijesztőek. A szíve. Egy pasi most az ő szívével él tovább. Te most mégis miről beszélsz? Quirin szívéről. És a veséjéről. És a szeméről. És mindenről.
aki kapta, annak ez áldás, de én nem tudom ezt elfogadni. Úgy érzem, megbolondulok. Talán segítene neked, ha azon a helyen vagy, ahol Quirin meghalt. És találtunk egy utat, ahol a tériszonyod ellenére... Én? Igen. Nem. Nem. Semmi esetre sem. Semmi esetre sem. Szervusz, Franz! Szervusz! Te, azt hiszem, találtam valamit Léna számára. Nézd csak meg! Valahogy át kell törni a gyász merevségét. Másféle hozzáállás a halálhoz. A halált az élet részeként felfogni és ünnepelni. Na, nézd ide! A mexikóiak csinálják jól, nem? Ez nagyon klassz! A halál előtti élet is fontos. Ezt most hogy érted? Te, Basti, szabadság alatt Portugáliában láttam egy malmot. Egy nagyon régi malmot, pont a tengerparton, amiből tökéletes éttermet lehetne kialakítani. Pont akkor került piacra, amikor ott voltam, ez teljesen véletlen volt. Mint egy isteni sugallat. És te megvetted? Nem. De elővásárlási jogot szereztem rá. És 2 héten belül döntenem kell, hogy élek-e vele. Brüderlein, komm, tanz mit mir. Beide Hände reich ich dir. Einmal hin, einmal her. Rundherum, das ist nicht schwer. Einmal hin, einmal her. Rundherum, das ist nicht schwer. Te vagy az? Hát, ki más lehetne? Nem tudom, a rádió. Már rég hallottalak énekelni. Luisnak tetszik, és nekem is jót tesz. Igen. Mit akarsz? Én csak azt akartam tudni, hogy Léna hozott-e közben valamiféle döntést Quirinnel kapcsolatban. Nem igazán. Egész éjjel egy szülésnél volt, de szerintem hamarosan fel fog ébredni. Ha meg akarod várni, jó. Mesélhetsz közben az új szerelmedről. Milyen ez a te ajdád? Émé. Vagy úgy. Émé. Igen. Szóval igazából egészen más, mint te. Szóval szörnyű. Pontosan. Kérsz egy almát? Kérek. Köszi. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Na, te nagyon elégedett vagy mindennel, hm? Nem is csoda, hogy a nagy álomba énekli. Léna, beszélhetek veled? Nem, most nem lehet, megyek Klaudiához. Hagyd most itt, olyan jól alszik. Istenem, Léna, figyelj már rám egy kicsit! Tudom, hogy makacs vagy, de nem vagy hülye. Neked ezzel kell törődni, vagy valaki másnak. Ezt akarod? Hogy Éva szervezze meg a gyászszertartást? Vagy Basti válassza ki a sírkövet? Vagy Júlia beszéljen a pappal? Tényleg ezt akarod? Nem tudom, hogy mit akarok. Jó, de azt tudod, mit nem akarsz. Azt mondtad nekem a temetőben, hogy itt minden hamis. Minden. Mert így is van. De Léna... Ha tudod, hogy mi a hamis, azt is tudod, hogy mi a helyes. Zöld. Valódi zöld. Valódi napsütés. Valódi erdő. Ez lenne helyes. Egy temetés a természetben. De ez nem lehetséges, mert itt nincs emlékerdő. És innen ne menjen el. Szia. Szia. Hogy érzed magad?
Fáradtan. Egy kicsit idegesen. Joe éppen kiment Ferdinanddal kicsit sétálni, de én inkább itt várom meg. Ronja pedig segít Bastinak megjavítani a legelőkerítését. Ott, ahol a nagyapád foháza állt. Állt. Már nagyon régóta nincs meg. Kár. Voltam ott egyszer valamelyik ottalvós bulidon. Hartwig asszony, Lorenz asszony. Megvannak az eredmények. Igen, szeretném magával és a férjével megbeszélni. Megyek, ide hív. Várj csak. Én most akarom tudni azonnal. Nem kompatibilis, különben nem nézne így. Nézze, nem. Elvégeztük a tipizálást a laborban, és ellenőriztük, és... Sajnos azt kell mondjam, hogy a szöveti jellemzői Ferdinandnak nem kompatibilisek Ronja jellemzőivel. Ez nem igaz. Ez nem lehet igaz. Kérem, ismételjék meg a tesztet. Már többször is megismételtük. Ez a halálos ítélet. Minden hiába való volt. Semmi sem volt hiába. Figyeljen, vannak még más donorok is, kereshetünk, és amíg Ronja értékei stabilak, addig ez az... Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Ferdinand teljesen haszontalan. Megbíztam benned, olyan buta voltam. Hagyjál! Hagyjál, kérlek! Menjetek ki! Menjetek innen! Menjetek ki! Kifelé! Ki innen! Kifelé! Hartwig úr, nagyon sajnálom, hogy így alakult az eredmény, és tudom, hogy ez most nem megfelelő időpont, de én meg kell, hogy kérdezzem. Hajlandó lenne a fia Köldök Zsinór vérét felajánlani másnak? Igen, természetesen. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Legalább megnézhetnéd a malmot. Mi értelme? Hát mi... Mi oda repülünk, te pedig megnézed. Tudod, milyen szép ott? Pont a strand fölött fekszik. A természet közepén, és mégis nagyobb élet van ott, mint itt. Az egy álom, Basti. Igen, a te álmod, Franz. Ha nem tetszik, akkor nem veszem meg a malmot, és kész. Csak ilyen simán? Azt hiszed, majd visszarepülünk, én vidáman tovább lapátolom a trágyát, és te szidod a fasírozottat? Igen. Ezt sosem bocsátanád meg. Igen. Nem, ez nem lehet mindegy. A gyerekek, akiknek meleg ebédre van szükségük, azok... Minden... Barom! Jelenleg nem úgy nézel ki, mint a polgármester. Na hát, pedig ez áll az ajtómon. Na jó, elég a csevegésből. Van egy ötletem, hogyan tudnál valami igazán hasznosat tenni. Ezt az erdőrészt a községnek adományozott, hogy itt egy emlékerdőt hozhassunk létre. Emlékerdőt, semmi mást? Pontosan. A kezelés és a fenntartás viszont elég drága lesz. A temetés Himmelsruhban nincs ingyen. Na jó, akkor számold majd ki, hogy milyen magasak kell legyenek a díjaink, hogy ezt megengedhessük magunknak. Ja. És Kirin temetésével felavatjuk majd az emlékerdőt. Igen, ez volt a terv. De még sok akadályt kell legyőzni. Jó, de azokat nem egymás után oldjuk meg, hanem poliposan. Hogy? Egyszerre az összeset. Úgy teszünk, mintha meglennének a szükséges engedélyek. Nézd csak! Nem is tudtam, hogy te ilyen rafinált vagy. Na jó, figyelj, akkor én intézem a felhasználáshoz kötött adományozást, és felhívom az egyházat. Rendben, én meg intézem a természetvédelmet, talajvizsgálatot, használatváltást, a költségtervet... És ne feledd az adományigazolást. Nem, Vince, nem felejtem el. I've been a rich man. I made a
paid the cost. I've had some good friends that come and go. Follow your heart. Follow your heart. Follow. És Orsi, több mint egy órát késtél! Nekem kell egy traktor! Tartsd magad a tervünkhöz, a francessen beléd! Sorsi! Sorsi? Sorsi, jövök! Sorsi, mi a baj? Nem vagy jól? Infarktusod van? Egy kicsit elszondítottam, ha? Ez nem lehet így! Mindenki azt csinál, amit akar! Én is lehetnék jobb helyen, mehetnék a tengerhez, és megszabadulnék a szartól! Mit akarsz te a tengernél? Hogy semmit! Pont ez a gond. Nem akarok ott semmit. Annyira sajnálom szegényeket. A testvérke, mint donor, ez tökéletes lett volna. Igen, de még van remény Ronnyának, még nincs vége. A kislány egy igazi harcos. Hihetetlen. Én meg azt sem bírom ki, hogy elmenjek arra a helyre, ahol Quirin. Azt hiszem, jót tenne neked, ha felmennél. Persze más volt Paul és az én esetemben. Minden eset más. De nálunk ijesztően hasonló. Mindketten szerették a hegyeket, mindketten lezuhantak. Azon a helyen, ahol apád lezuhant, ott volt utoljára elemében. És még ott van a lelkének egy része. Néha felmegyek oda, és mondjak valamit. Megvigasztal, és erőt ad. Cserben hagytuk Ronnyát. Nem hagytátok. Ez nem a ti hibátok. De. Az embriókat meg lehet vizsgáltatni, mielőtt megtapadnak a mélyben. Gondolkodtunk is ezen. De Németországban ezt tiltják, külföldön meg drága. És akkor hirtelen terhes lettem. Egy kegyes legyintés a sorsnak. Annyira örültünk neki. Tudod, a preimplantációs diagnosztika nagyon vitatott, és nem garantált megoldás. Nem, de megnövelte volna az esélyeinket. És ezt mi most nem használtuk ki, és most már késő. Még nincs késő. Úgy teszel, mintha Ronnya halott lenne. De ő él most, és szüksége van rátok, és Ferdinándnak is. Mit tegyek, Léna? Olvassak neki továbbra is jó étmeséket, és tegyek úgy, mintha mindent megtettünk volna azért, hogy megmentsük a gyerekünket. Megtesztek mindent, amit tudtok. Mindent, és minden nap. De ez nem elég. Még olyan sok van előttetek. És olyan sok jó is. Remélem, a túra segíteni fog Lénának, és nem ront jobban a helyzeten. Értem, amit mondasz, de hiszem bármikor, ha történik valami, vissza tudtok fordulni. Én tényleg hiszem, hogy ez segíteni fog neki. Akkor is, ha először még fáj.
Milyen bölcs vagy. Fiatal és bölcs, igen. Fiatal és szép és bölcs. Fiatal és szép és bölcs? És őrülten szerelmes. Akkor tényleg elrepülsz? Muszáj. Mert lehet, hogy csalódok. Bennem? Nem, magamban. És ezt tudni fogom, ahogy újra látom a malmot. Hogy tényleg akarom-e csinálni. Remélem, hogy szarnak látod majd. Igen. Ha megcsinálom, kelleni fog a pénz az Anvirtből. Mit jelent az? Hát a bérbeadásból a bevétel az nem lesz elég. El kell adnom. Eladás? Akkor ez végleges. Te meg mit csinálsz itt? Fel akartalak vidítani. Más hozzáállás a halálhoz. Megünnepelni az élet részeként. És bla, bla, bla. Bla, bla. De azért csinosak. Köszi. És ízletes is.
te miért bánkódsz? Léna, azt hittem, hogy jó, ha mindig tudom, mit akarok, de jelen pillanatban egyszerűen csak szar. Tudom, hogy csak gazdálkodó vagyok, nem fogadós. Tudom, hogy Franz és én összetartozunk. Azt is tudom, hogy ő már nem boldog, és tudom, hogy én ezt nem... hogy mi ezen nem tudunk változtatni. Hív a hegy. Menj csak. Én majd el leszek. Na, innentől biztosítalak. Megbolondultál? Ha még egyszer felnézel, akkor kapsz egy szemellenzőt. Jó, így nem eshet bajod. Én azt hiszem, nem fog menni. Nézd mindig a hegyet, és menni fog. Oké. Szuper! Itt vagyok mögötted. Tedd az egyik lábad a másik elé. Nagyon vicces, lassan. Nagyon vicces. Jó. Persze. Jól van. A nehezén már túl vagyunk. Quirin ott volt fent, amikor a másik túrázó lecsúszott, és ő megmentette. És akkor lezuhant. Itt. Azt hiszem, Ronnyának igaza van. Ki az a Ronnya? Claudia kislánya. Emlékszel még Claudiára? Egy évvel járt fölöttünk. Ja, ő. Ronnya 9 éves, és azt hiszi, hogy a halottak az égben táncolnak. És mit táncolnak? Balettet. Balettet? Mind? Mind. Képzeld el, Quirint, egy ilyen tütűben. Azokkal a csodálatos ólábaival. Ó, Istenem, ez nem lehet. Így, lábúj hegyen. Ne már! Köszönöm!
Na, add oda Sorsinak, kérlek. És használhatja a konyhát az óvodának, ha akarja. De csak amíg visszajössz. Hát persze. Találunk egy megoldást. Mindegy, mi jön. Együtt, oké? Okay? Ezt jól kitaláltátok, Marlon és te. Ennek örülni fog. Akkor eljövök ma este, és megtervezzük Quirin temetését, oké? Oké. Így lesz. Köszi. Szívi. Szervusz, itt Lena Lorenz. Egy számítógépjászóról lenne szó. Valóban? Igen, köszönöm. Lena! Claudia azt akarja, hogy hozzam el. Mi, már most? És a vizsgálat? Azt majd otthonról csinálja. Claudia minél hamarabb Arizonába akar menni, hogy új babája legyen. Egy megfelelő. És te mit szeretnél? Azt akarom, hogy Ronja éljen, persze. Claudia annyira biztos benne, hogy ez a megfelelő út. De te nem. De nem akarom cserben hagyni. Te nem vagy rossz apa, ha ebben nem veszel részt. Ha ezt nem próbáljuk meg, és Ronja meghal, Claudia engem fog hibáztatni, és én is magamat. És mégis. És mégis. Én nem tudom ezt elfogadni. Lena! Én vigyázok Ronjára. Köszönöm. Szia, szívem. Szia. Jobban vagy? Javultak valamit Ronja esélyei? Nem. Hol van Ferdi? Elvitték megmérni. Joe! A következő gyerekünknek kompatibilisnek kell lenni Ronjával, és ezt nem bízunk a véletlenre. A petesejtek előszelektálása nem véletlenül tilos Németországban. Az, amit Arizonában csinálnak, az baby dizájnolás kémcsőben. Hagyd ezt abba! De hát így van! Embereket tenyésztenek, pótarkat éjsznek. Életeket mentenek, a lányunkról van szó! Igen! De még ha emiatt külföldre megyünk is, hosszú hónapokig tartana anélkül, hogy tudnánk, sikerül-e. Ez tönkretenne minket. Akkor most csak üljünk és várjunk, amíg túl késő lesz. Én nem nézem végig a gyermekünk haláltusáját! Oh. Megmozdult. Szóval a Mikádó sem megy.
Várj csak, én is nyerek majd. Mm-hmm. Még egyet? Kis szünet, oké? Oké. Basti, meg akartam köszönni a tippet a komputer haveroddal. Elég optimista volt, hogy fel tudja oldani a jelszót. Franc miatt? Ma elrepült, hogy megnézze még egyszer azt a szarmalmot. Sajnálom, tudom, hogy messze nem olyan rossz, mint neked. Aj, hagyd ezt abba. Hagyd már békén a fát és mesélj. Anytime I go, I'm always coming back. Anytime I go, I'm always coming back. I try to bring my heart, but home is where it's at. So anytime I go, I'm always coming back. And anytime I'm up there, I'm always looking down. Megehetem azokat a színes kekszeket a konyhában? Igen. Nagyon menők. Nagyon menők. Persze, hiszen azért vannak. Oké. Megjött anya. Mindjárt visszajövök. Always right there by your side. Over mountains, over seas. Gyere! Nézd meg, anya! Halálfejkekszek, ugye milyen menők? Claudia! Te menj előre apához és Ferdinándhoz, jó? Én megyek utánatok. Oké. Okay. Fincsi! Halálfejkekszek! Szerinted ez vicces? Mi? Ezeket Basti sütötte nekem? Én nem szeretném, hogy a lányom azt higgye, hogy a halál csak egy vicc. Mert nem az. És nem is Isten akarata, még a Joe és a katolikus szülei így hiszik is. Egy pillanat, Joe is akarja, hogy Ronja éljen. Hát természetesen, de ti ezt olyan lazán veszitek. Dumáltok itt sorsról, meg elengedésről, és végignézitek, ahogy a lányom meghal! Claudia, várj már! Te nem vagy páciens, hanem egy barátnő. És ezért mondok én neked valamit. Ezt az Arizonát csak magad miatt csinálod. Mi? Hát persze. Igen. Mert nem viseled el, hogy Ronja talán meghal. És mert annyira tehetetlennek érzed magad, és mindezt nagyon megértem. De nektek Joe-val össze kell tartanotok. Ti egy család vagytok. Ronjáért és Ferdinándért. Nem tudom feladni, amíg van egy kis remény. Igen, persze, hogy nem. Mondd meg nekem, te mit tennél? Nem tudom. Csak azt tudom, hogy Ronja él. Most. És hogy szüksége van rátok. Ez milyen szerintetek? Olyan boldognak tűnik. Vagy ez itt? Itt olyan szép a mosolya. Ez itt, ez tetszik nekem. Igen, ez az. Igen, ez volt a nézése. Velünk eszel, ugye? Igen, örömmel. És te is velünk eszel, ugye? Igen, persze. Na, tessék. Köszi. Üdvözlet mindenkinek. Szervusztok. Szóval, mondani akartunk valamit. Jobban mondva, a polgármesternek van mondani valója. Igen, de azért ez a te érdemed. Igen, de nélküled nem ment volna. Az alapötlet tőled jött, ezért én... Elég legyen. Igen, tessék. Himmelsrúnak van egy emlékerdeje. Kiválasztatok egy szép fát, és annak a gyökerei alá temetjük majd el Quirin hamvait. És persze a pap is ott lesz majd, hogy ne hiányozzon senki. Köszönöm nektek.
Magammal vihetném Ronnyát, és persze Ferdinándot is. És mit csináljon Amerikában? Itt vannak a barátai, a balettórái, a nagyszülei. De ez mind nem fontos, ha itt meghal. De ha ezzel boldogtalanná tesszük, és úgy is meghal. Nem feledkezhetünk meg róla, miközben próbáljuk megmenteni. Léna is ezt mondta. Joe, tudom, hogy ez az egész hatalmas erőfeszítés, és megértem a kétségeidet is. De nekem tényleg csak egyetlen dolog számít, hogy a baba kompatibilis, ezen kívül nem kérünk semmit. De pont ezen a ponton bukott volna el Ferdinánd, és kiszelektálták volna. Neked aztán vannak idegeid. Táncolsz ott fent, mi meg nézhetjük, hogy boldogulunk itt lent. Én már hivatalosan nem vagyok mérges rád. Hallottad? Na te bagoly! Tudod, hogy mi a legrosszabb? Nem beszélnek velem. Suttognak vagy veszekednek, és... Néha anya bőg, és apa is. De előttem úgy tesznek, mintha minden jó lenne. Akkor neked kell beszélni velük. Őszintén, biztos vagyok benne, hogy meg fognak hallgatni. Jó reggelt! Jó reggelt! Léna Louis Wow. Ez Quirin jelszava. Léna Louis Wow? Jellemző Quirinre. Tudom már, mire kellettek a csavarok. Nézd csak! Egy játszóház Louisnak. Milyen szép. Mindenképp nyomtasd ki Leónak és küldd be neki. Emlékszel még a régi faházra, amit apádnak épített? Hát persze, de még mennyire. Ott csókolta meg Paul az első lányt. A vörös hajú kimett Dániából. Tudom, hogy nagyon beteg vagyok. És hogy Ferdinánd mégsem megmentő baba. De akkor is szeretem őt. Először is nem szabad veszekednetek. Másodszor nem megyek Amerikába. Ronnyá,
Igazad van. Többet kellett volna beszélnünk veled. Nagyon sajnáljuk. És ezt az Amerikát nekünk kell majd eldönteni, Ronikám. Anya és én. Tudod, szívem, hiszen mi vagyunk felelősek, érted? De azért megmondhatom, hogy mit szeretnék, nem? Hm? Igen. Igen. Szeretnék egy lovat. Oké. Kaphatsz egy akváriumot. Találunk majd valamit félúton. Egy tengeri csikót. Azt meg kell hagyni, nem rossz, hogy Vince eladományozta az erdőt. Tegyél jót és beszélj róla, ez tökéletes. Jó, nekem is tetszik. Te nézd csak! Ez a fenyő. Szép termetes. Igen, de tűlevelük virinnek, ez nem illik hozzá. Igen. Túlságosan szúró. Igaz. És az a nyírfa ott? Kicsit vékony, nem? Ez lesz az. Ez itt Quirin fája. A bükkfa maga a tisztaság és a belső erő. Igen, ez itt igazi. Léna! Léna! Claudia! Szia! Szervusz! Szerettem volna bocsánatot kérni a tegnapi kekszes dolog miatt. Semmi baj. Régen sokkal rosszabbak voltunk. Na és te? Leülünk egy kicsit. Szívesen. Igen? Igen. Arizona működhet. Tudom. És valahogy meg is oldottuk volna, Joe és én. De én most jöttem rá, hogy valójában mit is jelent ez nekünk, Ronyának és Ferdinandnak. Nekünk, mint családnak. Tudod, a kisember nem tudja meggyógyítani Ronyát, de ő így is tökéletes. Neki nem csak Ronya miatt kellett megszületnie. Azt jelenti, hogy itt maradtok? Igen. Igen? Ó, ez nagyon jó hír. Ti olyan szép család vagytok, tényleg. Köszönöm. Most szeretnénk nagyban elindítani a keresést egy alkalmas donor ügyében. És ha összeállunk más érintett családokkal, akkor elindíthatunk egy hatalmas kampányt a neten. Ez jól hangzik, nagyon jól hangzik. Szorítok nektek. Köszi. Léna, mindent köszönök. Hát nincs mit. És te hogy vagy? Jobban. Segít, hogy itt van Louis. És ez is segít valahogy. Köszönünk mindent, nagyon jó volt nálatok. Aztán halljunk felőletek. Hát persze. Meglátogattok majd minket, te és Louis? Hát persze. Még gondolkozom, és megtanulom a Mikádót is. Vagy majd hagylak inkább nyerni. Jó, ez jól hangzik. De akár fel is hívhatsz, ha szomorú vagy, vagy ilyesmi. Köszi. Köszi! Szia! Ciao. Viszlát! Jó
Jó napot! Jó napot! Tessék! Ó! Oh. Azt hiszem, tudom mi ez. Azt hiszem én is. Szép lett, ugye? Mm. Átadjuk a hamvakat a földnek. Krisztus, aki halott volt és feltámadott, a testvérünket Quirint is fel fogja támasztani. Porból lettünk, és porrá leszünk. De az Úr fel fog támasztani. Most emlékezzünk csendben az elhunytra. Nagy a halál. Rajtunk a bélyeg. Bár nevet a száj. Míg azt hiszük, körülvesz az élet. Bensünkben éled. Sírása már. Nagy a halál. Valóban az, mert elvitte az én Quirinemet. Csak úgy. Figyelmeztetés nélkül. Ok nélkül, magyarázat nélkül. Mi ki vagyunk. Neki szolgáltatva. Nincs semmi. 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 Very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad. Kicsi a halál, mert nincs esélye mindenki ellen. Quirin tovább fog élni. Sok mindenben. A szeretetünkben, a gondolatainkban és emlékeinkben, más dimenzióban, más emberekben. It's just to love and be loved. A fiában. És itt. A természetben. The greatest thing you'll ever learn. Just to love and be loved in.
Tudod, Louise, az valóban úgy van, hogy apukád más emberekben él tovább. Igaziból. Érted? Egy fiatal anya, akinek nem kell már naponta dialízisre járnia. És egy kamasz, aki végre láthatja az egész színes világot. És a szíve. A szíve most egy másik apánál van, aki a fiával újra tud focizni. Igen. Igen, én is hátborzongatónak érzem. És ijesztőnek. És nagyszerűnek. Minden esetre teljes őrületnek.